Marad még energiád? Ugye Davis Kupa után mindjárt kezdődött ez a verseny, egyesben és párosban is szerepeltél. Igen, hát tegnap sajnos nem sikerült a győzelem. Ma sem Geri oldalán, de nagyon jól éreztük magunkat a pályán. Inkább az egyéni vett ki belőlem több energiát, ez az szűk egy óra nem igazán, ezt inkább csak élveztem. A tegnapi meccsem, mert éreztem, hogy teljesen fogható volt ez a srác, akármennyire is előrébb volt a világranglistán, mint én, szóval abba éreztem én győzelmet. Nagyon megszoktam a gyors pályát kint, Davis Cupán sokkal gyorsabb volt a borítás. Itt egy vagy két lehetőségem volt edzeni a meccs előtt, szerintem ez nem volt elég. Egyáltalán nem éreztem a ritmust, a szerveim sem működtek úgy, mint hétvégén, szóval tényleg ha ilyen 50-60%-on játszottam szerintem, ha mondjuk a 100%-ot nézzük, mint vasárnap. Szóval én úgy gondolom, hogyha úgy játszok, mint vasárnap, akkor szerintem benne lehetett volna simán a győzelem ebben a mérkőzésben. Fizikálisan egy ilyen Challenger verseny neked mennyire erős még? Hát egy meccs után azért ma nem keltem túl fitten, szóval fizikailag még nagyon sokat kell fejlődnöm, ugye 10 évvel odébb volt mondjuk ez a srác, szóval szerintem látszott azért a fizikumán és a rutinján is, szóval de egyébként úgy éreztem, hogy még ilyen kicsit rosszabb teljesítménnyel is közel voltam a nagyon szoros mérkőzéshez. Térjünk vissza egy kicsit a Davis Cupára, hogy ebben mutatkozhattam. Milyen élmény volt? Nyertél ráadásul? Hát igen, én nem játszottam ennyi ember előtt. Az igaz, hogy nem nekem szurkoltak, de úgy gondolom, hogy hatalmas élmény volt. Jó teljesményt tudtam nyújtani, ennek nagyon örülök, így első bemutatkozó mérkőzésemen, szóval soha rosszabb volt a Davis Cupán. Ugye itt már csak szurkolhatsz a többieknek, mi a következő verseny, hova mentek? Következő versenyemre szombaton indulok, Egyiptomba megyek egy 15 000 dollár összdíjazású versenyre, majd ezt követően még lesz 2 ilyen 15 000 dollár összdíjazású, és áprilisban pedig az ATP 250-es torna itthon.